Görög katolikus templom. A barokk stílusú nyírbátori görög katolikus templom 1932-ben épült és 2013-ban újult meg. Az ünnepélyes átadáson a templomot Kocsis Fülöp püspök szent liturgia keretében áldotta meg. Régi vágya teljesült ekkor az itt élő híveknek, hiszen a templomépítés óta ilyen teljes körű renoválásra még nem került sor. Nem csak a templom, hanem a templom udvara és a parókia is megszépült. Az épület viszonylag szűk telken áll. Fő homlokzata háromtengelyes, ión fejezetű pilaszterekkel tagolt, amelyek az oldalhomlokzatokon és a szentély falán is megjelennek. Az egész templomon hangsúlyos párkány fut körbe. A főbejárat szegmens íbbel záródik, két ión fejezetes, armírozott pilaszter keretezi, fölöttük az ajtó ívét követő párkány fut, két szélein kővázák állnak. A templom belsejében a külső pompa kicsit mérséklődik, legalábbis az építészeti megoldásokat tekintve.